Történt egyszer, hogy Manka és Runcász gyógyfüvet gyűjtögettek a rejtekadó erdőben. Holnap bevizek egy kis ürmöt a városba, a piacra, határozta el Manka. Itt a jó keserű üröm, a beteg gyomrok orvossága, itt a gyomorkeserű, ajánlgatta Manka az áruját. Nekem már elegem van ebből a sok keserűségből, mondta Runcász. Elmegyek inkább, körülnézek kicsit a városban. Hát, te micsi szép leányzó! Az a Kardicsek nevű kapitány, aki lovon jár, zokogott a szép leányzó, azt parancsolt le az én mátkámra, Jakabra, hogy háborúba kell mennie. Nem eszik ám azt a leves olyan forróra, hogy főzik, mondta Runcász. És mérgesen dobbantott hozzá. Egyet, aztán kettőt. Gyere, Manka, fussunk a térre, ahol a katonákat exercíroztatják. A téren ott parádézott Karlicsek kapitány, Miranda nevű lován, és exercíroztatta szegény katonákat. Aló, mors, egyke, egyke, jobb, egyke, 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 egyke. Rivalt rá Jakabra Karlicsek kapitány mérgesen. Na majd, Móresre, tanítom én kendet! Mielőtt azonban beválthatta volna a fenyegetését, Miranda azt mondta, hogy és már nem is ült a hátán senki. Látod, Jakab, így kell feküdjöt csinálni. Példát vett a kapitány úrról. Derék dolog, csak figyeld máskor is. Így kell csinálni. Na. Árulás! Árulás! Azonnal a sötét zárkába záratom mindkettőjüket! Egy évre! Két évre! Háromra! Kettőre! Háromra! Világos! A folyton éhes Miranda olyan gyönyörűséggel kebelezte be az ürmöt, hogy öröm volt nézni. Hanem a 13. lépés után szembe jött velük az őrnagy. És így mentek tovább. 7 lépés után a tábornokkal találkoztak. Miranda még keserves átvágott. És így mentek tovább, hanem 21 lépés után magával a császárral találkoztak össze. Mirandánál még csak ekkor kezdett igazából hatni az üröm. Mi az előírás? Kérdezte a császár a kincstári palipát. Ha egy kincstárló megpillantja az ő császárát, hát szellemülten a szemébe néz, és azt mondja, hogy válaszolt Miranda. Rittig, mondta a császár elégedetten. És mit tegyen a császár, ha a kincstári ló öltöki módon vintorog rá? Akkor császár ő felsége
dugassa sötét zárkába azt, aki a kicsitári lovagot lovagolja, mondta Miranda, vigyáz állásba vágva magát. Heles, nádjon heles, bólogatott a császár. Neja, ezek után minden úgy történt, ahogy a Rumcájsz elképzelte. Karlicek kapitányt a várbörtönbe dugták, s az élet örömeiből csak egy tulipán maradt neki. Bezzeg fölszáradtak a szép leányzó könnyei. Jakabnak nem kellett a háborúba mennie, együtt maradhatott menyasszonyával. Miranda pedig hazaszállította Rumcájszékat a rejtekadó erdőbeli otthonukba. Az üröm hatása már elmúlt, és Miranda maga volt a megtestesült báj és kellem.